Mi a magánügy? Nem tudom. Hogy mennyire bonyolult mindenkinek az élete. Az abszolút elcsodálkozás. Megdöbentek, megrázóak voltak ezek a találkozások. És most a találkozásokat azt ilyen nagy tével mondom. Hát, hogy valahogy tényleg sikerült úgy összeszednünk az embereket, barátokat, nem barátokat, ismerősöket, ismeretleneket, akikkel beszélgetünk ebben a könyvben, mindenki nagyon zavarbejtően kinyílt. Egy nagyon erősen érzelmi trip ez a könyv. Na persze, ha most úgy kérdezed, hogy a kíváncsiságnak hol a határa, szerintem annak van egy természetes emberi határa. Hogy az ember meddig kíváncsi. Van egy pont, amin túl nem kíváncsi. Na, az a magánügy. Tehát, hogy ezek nagy történetek, miközben ezek kvázi hétköznapi emberek, hétköznapi történetekkel, de hogy mindegyik nagy történet.